Hello, hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Most jön egy új francia lecke. Nagyon érdekes, hogy sokan olyan szavakról akarnak beszélni, amik tulajdonképpen, hogy mondjam, olyan szavak, amiket használunk franciául, amiknek nincs nagyon, úgy mondanám majdnem, hogy nincs nagyon semmiféle jelentőségük, mint például Ezt mindenhol használjuk, az, hogy ben, az azt jelenti, hogy hát, például, ben, non, hát, nem, ben, non. Vagy, ben, c'est comme tu veux, hát, ahogy akarod, ben, c'est comme tu veux, ben, c'est comme tu veux, hát, ahogy akarod. Szóval egy ilyen kis szó ez a ben, de mindenbe használjuk. Akkor van ez a szó, hogy voilà, ami tulajdonképpen a magyar szótárba meg kellett, hogy nézzem, mint nagyon sok szavakat tulajdonképpen. Azt írja ki, hogy az azt jelenti, hogy íme. Csak az az igazság, elárulom nektek, én nekem sek fogalmam sincs, hogy mit jelent az, hogy íme, mert azt a szót az égvilágon soha nem használtam. Csak hogy tudjátok. Úgyhogy megkérdeztem valakitől, és azt mondta, hogy tényleg azt jelenti, az, hogy voilà. Vagyis tulajdonképpen nem beszél franciául, de úgy, ahogy körbe mondtam neki azt, hogy mit jelent, így körülbelül azt gondolta, hogy hát igen. De így nem tudom pontosan megmondani nektek, mivel ez a íme szót, ezt még soha nem használtam magyarul. De franciául, hogyha nézitek a francia videóimat is, vagyis a magyar tanfolyamokat franciául, akkor látjátok, vagy lehet, hogy észre fogjátok venni, vagy észre vettétek azt, hogy egyfolytában azt mondjuk franciául, hogy voilà. És ez a hát, meg voilà, hát ez van. Ezt én inkább úgy mondanám, hogy ez van, mint az, hogy íme. Mivel az én fejemben ez az íme, ez nem jelent semmit, és így nehezen tudom ezt a szót belerakni a dolgokba. De ti úgy mondjátok, hogy íme, ha nektek az úgy oké. Voilà quoi? Szóval, hát ez van. Azt nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy voilà quoi? Quoi az mi? Hát, szóval ez van. Voilà quoi. Olyan hosszú lett ez a magyarázat videó, hogy kénytelen lettem kettő videót csinálni belőle. Itt van az első rész. Na, milyen volt ez a beszélgetés a két barát közt? Értettenek valamit belőle? Jó, van, elmagyarázom. Bon ben, ce matin, je dois aller au taf. Bon ben, ez a... Hát akkor... Bon bain. Hát, akkor. A bain, vagy valaki úgy mondja, hogy bain, az a bien szóból jön, ami azt jelenti, hogy jó, bien. Csak hát így rövidítve mindenki azt mondja, hogy bain, és ez úgy egy olyan kis izészó, ami tulajdonképpen minden meg semmit is jelent. Szóval, bon ben, hát, ce matin, je dois aller au taf. Szóval, ce matin, ma reggel, je dois, nekem kell, aller, menni, au taf. Taf, azt tanultuk, az a munka. Szóval, bon ben, ce matin, je dois aller au taf. Hát, ma reggel el kell mennem dolgozni. Ben, ça alors, t'as trouvé du boulot? Ben, ça alors, ben, ça alors. Ez egy ilyen csodálkozási mondat. Hogy, jaj, húha, tudod, jaj, tényleg? Vagy nem jelenti azt, hogy tényleg, de hú. Ez egy ilyen csodálkozási izé, hogy Ben ça alors? T'as trouvé du boulot? T'as trouvé
du boulot? T'as trouvé du boulot? Találtál munkát? Szóval ez a te, ez a tu as, nyilván. T'as trouvé du boulot? Találtál munkát? Ouais, un truc. Enfin, voilà quoi. Ouais, un truc. Enfin, voilà quoi. Ouais, az a oui, igen. Nem valami szépen mondva, de sokan így mondjuk. Ouais. Szóval oui, un truc, egy valamit, un truc, egy izét. Enfin, voilà quoi. Na, szóval ez van. Hát igen, egy izét. Hát, tudod, ez van. Ah bah c'est cool, tu vas pouvoir me rendre mon fric. Ah bah c'est cool, tu vas pouvoir me rendre mon fric. Ah ben, ez megint ugyanaz, hogy hát, ja, ok, hát, jó. Ah ben, c'est cool. Szóval ez cool, ez tök jó. Tu vas pouvoir, te majd tout, me rendre, nekem visszaadni, mon fric. Fric, azt is tanultuk. A pénzemet. Szóval hát, tök jó, legalább vissza tudunk majd adni a pénzemet. Que dalle, mec. Je dois payer mon loyer avant. Que dalle, mec. Que dalle, mec. Ez azt jelenti, hogy que dalle, az egy ilyen dalle en béton, a dalle en béton, az a betonlap, amit a földre rakunk. És a dalle, az valami, ami a földön van tulajdonképpen. És que dalle, az azt jelenti, hogy hát nem, még véletlenül se, abszolút nem, que dalle. Ez egy ilyen nagyon, ezt nem szoktuk írni, ezt csak beszélve mondjuk, hogy ködel, még véletlenül se. Szóval amikor azt mondja, hogy ködel, meg, az a pasi, úgy, mint a nana, az a csaj. Szóval meg, ködel, meg. Még véletlenül se. Tudom, hogy magyarul nem mondanák azt, hogy hát még véletlenül se pasi, de franciául ezt van, amikor szoktuk mondani, hogy ködel, meg, hát még véletlenül se te. Ezt inkább úgy értjük, hogy te. Még véletlenül se te. Je dois payer mon loyer avant. Je dois, nekem kell, payer, fizetni, mon loyer, a lakbért. Szóval, je dois payer mon loyer avant, előbb. Je dois payer mon loyer avant. Hát előbb nekem ki kell fizetnem a lakbéremet. Remélem, hogy tetszett ez az új francia lecke, és nem sokára találkozunk egy új francia leckén. Ciao, sziasztok!